hivatalosan továbbra sem tudni, hogy mennyibe fog kerülni a budapesti reptér, hogyha megveszi az állam. Tavaly ilyen 1400-1500 milliárd forintos összegek repkedtek, most úgy tűnik, hogy ennek nagyjából a fele, de hogy ez pontosan miből meg hogyan fog összetevődni, arról nem tudunk igazából semmit. Minden esetre Nagy Márton gazdasági miniszter is beszélt erről, és kifejezett célja a kormánynak, hogy nagyon rövid időn belül állami, vagy ahogy ők fogalmaznak, nemzeti tulajdonba kerüljön a reptér. Valóban nemzeti tulajdon lesz-e? Varga G. Gábor, az Egek Ura blog szerkesztőjét. Jó reggelt, szervusz. Mert hogy közben meg ott van az is, hogy katari és francia befektetőket is szeretnének ebbe a történetbe bevonni. Tehát akkor nem arról van szó, hogy átrakják egyik magántulajdonostól a másik tulajdonoshoz? Hát ez attól függ, honnan nézzük, de valójában ugye egy repülőtér működésének a szempontjából, meg a hasznossága szempontjából nem az a legfontosabb, hogy nemzeti, önkormányzati, állami tulajdonban van, hanem az, hogy a repülőtér mindenkori menedzsmentje és a kormány között legyen egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon gördülékeny munkakapcsolat, és nyilván ebben a munkakapcsolatban mind a két fél a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesítsen. Ez egyébként a jelenlegi setupban a két fél közötti kommunikáció mondjuk a jelenlegi kormányzásnak az elején elég erősen hiányzott, és ez egyébként rá is nyomta a bélyegét például a repülőtéri fejlesztésekre. Így van, miközben azt illetően is voltak kritikák egyébként, hogy milyen szolgáltatásokban részesülhetnek a reptérre érkezők, itt a fapados járatokhoz ezek a birkakarámok, amik kivezettek, de ez megoldódott valamilyen szempontból. Minden esetre a repülőtérnek a szakmai működtetésével kapcsolatban, most leszámítva belőle persze természetesen a profit szempontokat, volt-e kifogás? Ugye vissza kell mennünk a Malév csődig, tehát a Malév csődöt követően mindenki egy nagyon erős kényszerpályára került, és azokat a megoldásokat, amit az akkori menedzsment életbe léptetett, amelyek egyébként szakmailag mind-mind megalapozott megoldások voltak, és egyébként a nagyon sokat kritizált birkakarámokat valójában nem is a repülőtér találta ki, hanem a diszkont légitársaságok hatására hozták létre ezeket a meglehetősen fura képződményeket. Szóval ezekből szerintem rendkívül jól felépült a budapesti repülőtér az elmúlt 12 évben. Most ugye az a másik nagyon fontos kérdés, hogy most van az a pillanat, amikor a következő 25-30 évet meghatározó fejlesztéseket Budapesten el kell kezdeni, és hogyha ezek a fejlesztések... A perspektívák Budapesten, stratégiai szempontból. Jelen pillanatban ugye van 15 millió utas, és egy nagyon intenzíven fejlődő turizmus. Hogyha most nem nyúl hozzá senki a repülőtérhez rövid távon, akkor ez a repülőtér egyszerűen meg fog telni és be fog dugulni. Tehát itt 3-as terminált kell építeni, a jelenlegi létesítményeknek a kapacitását ki kell bővíteni, nagyon fontos kargófejlesztésekre van szükség az eddigiek mellett természetesen, és ezek nagyon-nagyon súlyos 100 milliárdokat felemésztő beruházások lesznek a következő években. Megcsinálják a kargóban érdekelt cégek, mint ahogy történt is ilyen jellegű bővítés Ferihegyen. Hát igen, de az infrastruktúrát azt mindig a repülőtér üzemeltetőnek kell megcsinálni, és hogyha valakinek stratégiailag az az érdeke, hogy a kargót fejlesszek, és mondjuk ez a valaki maga a magyar állam, akkor nyilván megpróbál beszállni ebbe a létesítménybe, hogy ő maga finanszírozza és teremtse meg az infrastruktúrát. Nem konkrétan a repülőtérhez kapcsolódik, másfelől meg, de hogy nem az utazó számára abszolút az élmény tekintve bejutni a városba. Hát ez egy körülbelül 30 éves adósság a Magyarországon. Szégyene. Ráadásul úgy, hogy Budapesten a városközponthoz Európában szinte az egyik legközelebbi a repülőtér. Egyébként nem is feltétlenül kellene kötött pályás összeköttetést létesíteni ilyen kis távolságon, hanem egész egyszerűen a tömegközlekedést jól megszervezni. Hozzáteszem, a szégyennek a másik oka az, hogy egyébként az egyik főközlekedési vasútvonal az légvonalban 1,5 kilométerre halad el a repülőtértől. Szóval például ez az egyik példa arra, hogy miért kell az üzemeltető és a mindenkori kormányzatnak a nagyon fontos szakmai együttműködése. Bár hogyha nemzeti érdeket tekintjük, akkor éppenséggel a bejutás a városba teljesen függetlenül attól, hogy ki az üzemeltető vagy a tulajdonos, a nemzeti érdeket képviselő kormány részéről akkor is egy elvárható fejlesztési irány lehetne. Lehetett volna 30 évet, tehát nem mostaniakról. És szerintem nem a fejlesztési irányon van a vita, hanem az apró jogi, ki mit tehet, ki hol tehet, tehát az ilyen, ezért kell a szakmai együttműködés. Szerintem a fejlesztési irány az körülbelül 20 éve teljesen világos, csak valahogy nem sikerült eljutni odáig. Mennyire megy a reptér, mennyire jó üzlet a reptérnek az üzemeltetése? Nyilván a Covid alatt nem volt annyira az, de ez mindenhol így volt, ez egy olyan helyzet. Amikor meg békeévek vannak, akkor azért talán jobban levonható konzekvencia. Egy repülőtér alapvetően egy nagyon profitábilis üzlet, és sokkal kevésbé hatnak az üzleti eredményességére az olyan tényezők, mint mondjuk akár, hát a járvány az speciál pont hat, de hogy a légitársaságoknak az eredményeiben pont van egy ilyen ciklikusság, a repülőterekében ez kevéssé érhető tetten, hiszen ők hatósági díjakkal, illetékekkel dolgoznak, és ugye az árbevételük egy jelentős része nem is a repülésből, hanem a kereskedelemből származik. Ennek ellenére, amikor egy repteret fejleszteni kell, vagy bármilyen módon hozzá kell nyúlni, óriási pénzeket és nagyon nagy tőkét kell megmozgatni ahhoz, hogy mondjuk A-ból B-be előre lépjünk. Pont ebben a fázisban tartunk most. Az, hogy ez egy állami tulajdon, önkormányzati tulajdon, cégek és magánszféra közös együttműködése, erre rengeteg példa van a világban, tehát Amerikában például a legtöbb repülőtér az valamilyen önkormányzati vagy megyei tulajdonban van, Amsterdamban 3 közös tulajdonosa van mindig a repülőtérnek, és ebben benne van a város meg a légitársaság is, Németországban majdnem minden repülőtér privát tulajdonban van, szóval valójában azt kell, hogy mondjam, hogy bármelyik setup életképes és szakmailag indokolható. Mi a lényeg? Hogy a tulajdonos kicsoda, vagy hogy az üzemeltető kicsoda? Az üzemeltető kicsoda, és valójában a szakmai menedzsmentnek a rátermettsége. Tehát az az üzemeltető, akiről most ugye cikkeznek hónapok óta, az a francia Vinci Airport, ez egy feketeöves üzemeltető, minden kontinensen ott vannak, ez a top 3 cégbe beletartozik a világon. Ebből a szempontból egyébként ez egy ígéretes konstrukciónak tűnik. Hogyha nemzeti stratégiai célként tekintünk a reptér megvásárlására és a légi közlekedési iparra, akkor olyan fájóan hiányzik a képletből a Malév. Fájóan hiányzik a képletből az, hogy a légitársaságokra is legalább ennyi figyelem jusson. Valójában ugye a diszkont légitársaságok mellett hagyományos magyar légitársaság nincsen, és ami igazából hiányzik az, hogy azok a pici területek legyenek lefedve légitársaságokkal, amiket a diszkont légitársaságok érdeklődés hiányában nem szolgálnak ki. Gondolok például ilyen Balkán, Budapest, vagy ne adj Isten Erdély, Budapest és ilyen típusú légijáratokra, amik adott esetben a munkaerő fuvarozásában, vagy éppen a különböző diaszpórák összeköttetésében jelennek meg. Ja, a fideszes narratívának a lényeg az, hogy a szocialisták adták el a repteret, a reptérnek az utolsó 25%-os tulajdonrész csomagját, azt éppenséggel a Fidesz kormány adta el 2011-ben. Jó üzlete lehet-e most a visszavásárlás? Hát én semmiképpen nem szeretnék politikai narratívát erősíteni, az biztos, hogy ez a repülőtér gazdát cserélt állandóan az elmúlt 20 évben. A visszavásárlás az mindig egy stratégiai érdek, és soha nem racionálisan, financiálisan egy jó üzlet. Itt olyan pénzről van szó, hogy jó üzletről azt gondolom nem beszélhetünk. Varga G. Gábornak, az Egek Ura blog szerkesztőjének köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.